A Honvéd elleni felkészülési meccsetek után beszélgettünk, ugye 1-1 lett, ez volt az utolsó előtti felkészülési meccsetek a bajnoki rajt előtt. Mesélj, milyen volt? Nyilván szerintem azért érződött mindkét csapaton, hogy a felkészülés közben tart, tehát én éreztem a saját csapatomon is, és a Honvédon is nyilván, hogy bajnoki ritmus még nem vettük föl. Hát a hétvégén már remélem, hogy még egy lépéssel közelebb leszünk, hiszen jövő héten már elrajtol az NB1, szóval hát dolgozunk, de azért még ezen a játékon lesz csiszolni valunk. Hogy érzed, eddig hogy ment a munka? Hát nyilván ezek a hetek keményebbek, mint a sima, a bajnoki hét közben lévő edzésnapok, de abszolút beleállt mindenki a melóba, szerintem jó munkát elvégeztünk, ugye Törökországban is voltunk edzőtáborozni, tehát beleraktuk a munkát, és reméljük, hogy jövő hétre most már tényleg ki tudunk frissülni, és jól tudjuk kezdeni a bajnokságot. Akkor fárasztó volt? Hát az nem kérdés, nyilvánvaló egy ilyen felkészülés az mindig fárasztó, de ezt tudja is az ember fölkészül rá, nyilván a fejbe is, ahogy visszajön a szünetről. Szóval igen, voltak nehéz pillanatok, de most már tényleg a vége felé közeledünk, szóval sikerült túlélni, úgymond. És mindeközben te mennyire tudod kizárni magad körül a híreket, amiket mostanában írnak itt az átigazolásoddal kapcsolatban? Hát nyilván azért hozzám is eljutnak ezek. Valamilyen szinten próbálom kizárni őket, hiszen azért az, hogyha ez belemászik az ember fejébe, azon biztos, hogy jó hatással lesz a játékára, szóval tényleg szeretnék elvonatkoztatni, szeretnék itt jól teljesíteni az MTK-ba, hogy mint az ősszel például, ugye, hogy a váltott meghívót is megkaptam, és ugye a csapattal is jól szerepeltünk, ez a célom tavasszal is, és tényleg erre szeretnék csak koncentrálni. Igen, a válogatott, ezt is akartam kizondani, hogy egy esetleges klubváltásnál mennyire lett szempont az Európa-bajnokság és az ott való szereplés? Hát nyilvánvalóan azért külföldről szerintem könnyebb bekerülni a válogatottba, hiszen azért más bajnokságokba, komolyabb bajnokság, mint a magyar bajnokság jobban felkészíthet a nemzetközi színvonalra, akárcsak az edzések vagy a mérkőzések is, de hát jelenleg ugye én még az MTK játékos vagyok, tehát ilyenekkel most nem tűnődök, hogy honnan kéne bekerülnöm, itt vagyok, innen kell bekerülnöm, nekem most is ezen leszek. Hogy erre konkrét ajánlatról nem is tudunk beszélni? Hát én biztos, hogy nem tudok róla, de valószínűleg azért minden nem jut el hozzám, de konkrét ajánlat egyáltalán nincs, ennyit tudok mondani.